Nagy volt az érdeklődés a rendhagyó történelem óra iránt a Szabadkai Vasutas helyi közösség épületében. Szerettük volna itt a helyi közösség épületében a polgárokkal, helyi polgárokkal megünnepelni ezt a nagyon szép nemzeti ünnepünket. Tudnélik, mindenki nem tud eljutni a központi rendezvényre, és felkértük ezt a 4 fiatalembert, Agyánszky Máté történelemtanár, Barát Gábor történelemtanár, Patyi Szilárd szintén történelemtanár, és Kudlik Zoltánt, közgazdász egyébként, aki nagyon sokat foglalkozik a történelemmel, hogy tartsanak nekünk itt egy megemlékezést, egy történelem óra keretén belül. Az előadás során az 1848-as forradalom előzményeivel is foglalkoztak. A rendezvényen elhangzott, fontos, hogy minél többet tudjunk a nemzeti ünnepeinkről. Az ilyen, mint a ma esti jellegű rendezvények is nagyon fontosak, hiszen itt plusz információkat kaphatnak a polgárok, és nem csak a gyerekek, hanem minden érdeklődő, hiszen a történelmünket, a múltunkat ismerni kell, mert anélkül ugye egy nemzetnek nincs jövője, és ezért is fontos, hogy nem csak Anyaországban, hanem a határon túli területeken is, de a világban bárhol, ahol magyar közösség él, március 15-éről megemlékeznek. A szervezők elmondták, a tervek szerint folytatni szeretnék a most megkezdett ötletet, és az elkövetkezőkben a nemzeti ünnepeken mindig megszervezik majd a rendhagyó történelem órát.